Miniszter úr, luxus táskák, luxus órák, luxus autók, luxus villák, luxus feleségek jellemzik ma a korrupció mellett a Fidesz kormány. Már nem elég a lézerblokkoló, már nem elég a megkülönböztető jelzésű autóknak a használata lehetősége. Néhány nappal ezelőtt Rogán Antal minden héten egy szobával nő a lakása miniszter, az a ronyrázás egészen elképesztő fokozatát mutatta be a lakosságnak. Propaganda miniszterként, aki arra hivatott, hogy a kormány tevékenységét kommunikálja, a helikopteres eset után, kiderülése után hazudott, fenyegetőzött, majd néhány napra köddé vált. Megüzente a magyar lakosságnak, hogy magánügynek és lezártnak tekinti az ügyet. 2007-ben polgármesteri választása után néhány hónappal még kényesen vigyázott a megjelenésre. Korbásony zakó, laza öltözködés, ekkor azt mondta. Az a véleményem, hogy a politikuság magánélete a modern politizálásban már nem magánügy, nem szabad titkolni. Miniszter úr, ma Magyarországon több mint 4 millió ember él létminimum alatt, közel másfél millió ember él mérszegénységben, és a 7 év alatti gyerekeknek a 42,2%-a nő felszegénységben. Szabolcs megyében, ahova helikopterrel ment a miniszter, 116 ezer forint nettóban a minimálbér, csak a lakosztályra ennyit fizetett ki luxus Tóni. Miniszter úr, indít a hatóság vizsgálatot az ügyben. Van-e kockázata a magyar számvitel szerint ismeretlen baltár tevékenységnek. Ön még 2014-ben azt mondta, hogy paraszt gyereknek született. Parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni. Igen, miniszter úr. Miniszter úr, arra, amerre ön letetszett szállni, abban a megyében azt mondják, hogy nem mindegy, hogy a viselkedése vagy a foglalkozása paraszt az embernek. Várom válaszát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés! A válaszra megadom a szót Rogán Antal miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt képviselőtársaim! Hát azt, hogy itt most ebben a helyzetben ki az, aki úgymond parasztul viselkedik, és kinek kellene mondjuk a szavaiért bocsánatot kérni, azt majd szerintem utólag megítélik azok, akik követik ezt a mai beszélgetést kettőnk között, tisztelt képviselőasszony. Én azt eléggé furcsának tartom, hogy ön például az én feleségemről úgy beszél nőként, hogy szerintem nem csak egy nőnek nem illik beszélni egy másik nőről, de szerintem senkinek sem, tisztelt képviselőasszony. Azt viszont most mondhatnám azt természetesen, hogyha már ön az MSZP képviselőjeként engem helikopter ügyben kritizál, akkor igazából elég lenne nekem csak annyit mondani, tisztelt képviselőasszony, hogy Kóka János. És nézzen utána annak, tisztelt képviselőasszony, hogy annak idején mi az, amit elmondtak az ön kormány tagjai és az ön képviselőtársai, de nem akarom ennyivel elengedni ezt, tisztelt képviselőasszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy számomra természetesen ennek az ügynek van egy nagyon komoly tanulsága. Nevezetesen az, hogy politikus magáncélból soha nem használhat helikoptert, akkor sem, hogyha egyébként ezt a felesége elég ügyes üzletasszonyként még meg is engedheti magának. Neki is meg fogom ezt mondani, és hozzáteszem, képviselőasszony, hogy igen, hibáztam, amiért ma önök itt természetesen leszedik rólam a keresztvizet. Ezt megtehetik minden további nélkül, tisztelt képviselőasszony, de azt hadd tegyem hozzá, hogy abban viszont büszke vagyok, hogy egy olyan kormánynak vagyok a tagja, amelyik azokban a dolgokban, amelyekről ön beszélt itt az előbb, akár a minimálbér emelésében, akár a munkanélküliség megszüntetésében lényegesen többet tett, mint az a kormány, amit egyébként annak idején ön támogatott, és amelyben Kóka János miniszter volt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr! Egy perces viszonválaszra képviselőasszony a szó azzal, hogy nagyon kérem, figyeljen oda, hogy milyen jelzőszerkezeteket használ, parancsoljon. Tudja, miniszter úr, nagyon furcsa az ön szájából hallani, meg a képviselő urak szájából, akik ilyen mácsó kormányt alakítanak ebbe a házba, hogy a feleségével takarózik. Annyira férfiatlan. Megcsinálni valamit, ami kiveri a biztosítékot az országba, és utána bebújni a feleségünk szoknyája mögé. Hát legyen már férfi, ha már eddig nem tudott az lenni. Vállalja a felelősséget, és a felelősség az, egy ilyen eset után fogja magát és lemond.
Mert legalább ennyi gerinc legyünk már bennünk. Ha már ezt az esetet megcsinálta, és legyen szíves, ne bújjon a felesége szoknyája mögé. Nem szép egy férfi embertől. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszter urat is. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőasszony, én nem vagyok tisztában az ön családi állapotával, így azt sem tudom, hogy férjezett vagy nem férjezett, de azt szeretném elmondani önnek, tisztelt kép, bár a nevéből az következik talán, hogy igen. Engedje meg nekem, hogy azt mondjam, lehet, én mindenképpen büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok arra, hogy sokféle szempontból sikeres és ügyes nő. Én örülök ennek, hogy ez így van. És tisztelni fogom egyébként, akármit is ér el bármilyen formában az életben. Nem tudom, hogy az ön férje büszke arra, hogy ön képviselő és a parlamentben ilyen hangnemben szólal meg és beszél. Azt önök majd megbeszélik egymás között. De azt hadd tegyem hozzá, kíváncsi vagyok, hogy akkor büszke volt-e önre, amikor ön plakátarca volt egy olyan kampánynak 2004-ben, amit kifejezetten a magyarok ellen, kifejezetten magyar gyűlölet céljából folytattak. Én akkor nem voltam büszke önre, tisztelt képviselő asszony. Köszönöm szépen, megtisztelő. Köszönöm szépen, képviselő úr.